Vendégeim pedig Csuha Ildikó és Kohán Mátyás. Szerbusztok, jó estét! Jó estét, szerbusztok! Köszönöm, hogy eljöttetek. Már volt az adás elején arról szó, de akkor beszéljünk még egy kicsit erről. Varga Mihály bejelentette, hogy egy újabb utalás érkezett Magyarországra, ezúttal egy 170 millió forintos utalás, korábban pedig ugye egy 300 milliós utalás, és már beszélgettünk más vendégekkel arról, hogy úgy tűnik, hogy az irány jó, és bár ez kevés összeg ahhoz képest, amit a magyar kormány remél, de jönnek a pénzek. Szerintetek mennyire lesz ez még belpolitikai téma a következő időszakban, hogy egy újabb csatát nyert a kormány, és mondjuk így kommunikálják, vagy mondjuk, amit a DK mond, hogy mi két nap alatt hazahoztuk volna az összeset egybe? Hát én azt gondolom, hogy abszolút belpolitikai téma lesz, hiszen míg a BM a múlt évben néhány napja, december 29-én közleményben bejelentette a 32,2%-os pedagógus béremelést, amit ugye a miniszterelnök úr a kormányinfón a 10 milliárd euró érkezéséhez kötött. Gulyás Gergely miniszter úr nekem a szilveszteri nagy interjúban teljesen egyértelművé tette, hogy ez nem egy ténykérdés még, akkor lesz január 1-től, vagyis tegnaptól 32,2%-os béremelés a pedagógusoknak, hogyha valóban megérkezik az a bizonyos aláírt papíros Brüsszeltől. Tehát ez lebeg és ilyen feltételes módban van, és mivel a 23-as évet ez igencsak meghatározta a pedagógus tüntetések, sztrájkok időszaka, és főleg az, hogy akkor valóban mekkora is lesz ez a pedagógus béremelés, mikor éri el a 800 ezeret, ez szerintem abszolút napirenden marad, és ilyen permanens téma lesz, főleg, hogy fő téma a kampányban. Igen. Az én mind a két összeg, amit említettél, valójában milliárd és nem millió, és ez nagyon fontos a magyar költségvetés szempontjából, mert önmagában az, hogy itt érkezik majdnem 500 milliárd forint, és ez még csak a legeslegeleje mindennek, tehát ez még azokhoz a pénzekhez képest is kimondottan kevés, ami felszabadult. Tehát ez csak egy előjátéka annak, hogy visszaáll Magyarországon gyakorlatilag legalább másfél-két éven keresztül az a rend, amit megszoktunk jóformán az uniós tagságunk óta, hogy zökkenőmentesen érkeznek az Európai Uniós pénzek, és minden projektet, amit beadtunk operatív programokként, ezt meg tudunk valósítani. De vissza? Én azt láttam, hogy ez azért még nem. Abszolút vissza, de a 10,2 milliárd euró, ami felszabadult, és ami elé már semmiféle további feltétel nem társul, az bőven elég arra, hogy az összes olyan operatív program, amely elindult a 2021-es 27-es ciklusa vonatkozóan, az gördülékenyen fusson. Az összes olyan pénz, ami még be van fogyasztva, ami még hiányzik, az a helyreállítási alap, ennek a hiányát azért nem érzékeli az ember, mert nem volt 15 éven keresztül. A többi része pedig később, tehát egy 2-3 év múlva érünk el abba az időpontba, amikor az a 6,35 milliárd euró, ami még be van fogyasztva a jogállamisági eljárás miatt, az hiányozni fog. Tehát most az, hogy másfél éven keresztül teljes mértékben jóformán visszaállunk a régi rendszerre, és lesznek uniós pénzek, ez masszívan megemeli mind a kormánynak azt a képességét, azt a lehetőségét, hogy gazdasági sikerekért tarthassa a markát és érezhesse a választóknak, hogy itt most gazdasági sikereket ér el az ország. Másrészt meg ad egy visszaigazolást is Orbán Viktor külpolitikája számára, hogy nem igaz az, hogy nem lehet szuverén külpolitikát folytatni, nem lehet szuverén LMBTQ politikát folytatni, nem lehet rendes migrációs politikát folytatni anélkül, hogy az EU aztán az embert kire éheztetné érte. Mátyás, hogyha ez ennyire fényes menet lenne, és ilyen már most tudnánk január 2-án, hogy ilyen ütemezetten érkeznek majd fennakadás nélkül, és mindenfajta akadály nélkül az uniós pénzek Brüsszelből, akkor azt gondolom, hogy nem lett volna szükség a február 1-i rendkívüli uniós csúcsra. Miniszterelnök úr nem mondta volna azt, hogy nehogy a mi helyreállítási forrásainkat akarják odaadni az ukránoknak, tehát szerintem a bizonytalansági faktor elég nagy. Gulyás miniszter úr éppen, hogy úgy fogalmazott nekem az interjúban, hogy mi jó hiszeműek vagyunk, hiszen még ez a 10,2 milliárdról sincs az aláírt papíros itt a kormány asztalán, tehát jó hiszeműek vagyunk, és reméli a magyar kormány, ez a jó hiszeműek vagyunk, ez ugye az ő megfogalmazása, és reméli a magyar kormány, hogy valóban meg is érkezik ez a 10,2 milliárd. Ezen kívül nyilván te is ismered Orbán Balázs nyilatkozatát. Ő ugye azt mondta a Bloombergnek még a tavalyi uniós csúcs előtti napon, hogy akkor járulunk hozzá a uniós büdzsének a 100 milliárddal való megemeléséhez, illetve Ukrajnának adandó 50, akkor még 50 milliárd volt, hogy ha
a nekünk járó összes uniós forrásra garanciát kapunk, hogy folyósítsák. Akkor 30 milliárdot mondtak, Gulyás miniszter úr 26-ra pontosította ezt nekem tételesen felsorolva. Tehát azt gondolom, hogy ezek még elég erős alkú folyamatok lesznek, hiszen amikor én megkérdeztem Gulyás miniszter urat ebben az interjúban, hogy előfordulhat-e, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a február 1-i rendkívüli uniós csúcson újra csak kimegy kávézni, vagyis nélküle fogadhatnak el döntéseket, akkor azt mondta a miniszter úr, hogy nem erre készül a kormány, de megjósolhatatlan. Tehát, hogyha ez ilyen diadalmenet lenne, akkor valószínűleg nem lenne ennyi pont, ami még elég erősen kérdőjeles. Ugye az a 10,2 milliárd euró, ami felszabadult, az nem helyreállítási pénz, hanem kohéziós pénz, az a fajta az európai... Nem is mondtam, hogy helyreállítási pénz. Csak azért jelezem, hogy az a fajta uniós pénz, amit megszoktunk 15 éven keresztül, hogy érkezik, na ez az a pénz, és az abban a rendben fog érkezni, ahogyan megszoktuk, hogy érkezik. A további 20 milliárd eurója ebben abszolút igazad van, ebben hatalmas politikai csatározások lesznek az Európai Tanácsnak abban a bizonyos termében, ahol ez a stratégiai kávézás megtörtént, és itt az egy kifejezetten jelentős politikai meccs lesz még mindig, de ezt a meccset már úgy fogja tudni megvívni a kormány, hogy közben az erre az évre előirányzott kohéziós, tehát normális Európai Uniós költségvetési pénzek, azok már jönni fognak. Mekes, azt mondták Brüsszelben, ha megengeded, azt gondolom Didier Reinders volt, aki nyilatkozott erről, hogy figyelik, ugye ezt a 10,2 milliárdot azért ítélte meg a bizottság egy nappal a tavalyi uniós csúcs előtt, ahol nagyon fontos döntést hoztak Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak a megkezdéséről. Ez egy szimbolikus történelmi döntés volt, amiben nem vett részt a miniszterelnök úr, mert Scholz kancellár megkérte és kiment kávézni. De a lényeg, ez az igazság szolgáltatási reform elfogadott jogszabályi módosításaira adott bizottsági válasz. Ugyanakkor elmondták, hogy folyamatosan figyelemmel fogják követni a végrehajtást, és hogyha nem lesz olyan gördülékeny a végrehajtás, akkor újra ehhez az eszközhöz fognak nyúlni. Azon vitatkozhatunk, hogy ez jogos-e, nem jogos a bizottság részéről, de ezek a mondatok elhangzottak. Tehát most még teljesen biztosra venni. Várjuk meg a papírost. Most én nem tudom, hogy te tudod-e, én még nem tudom, hogy ez megérkezik-e. Gulyás miniszter úr azt mondta, hogy Brüsszelben mindenki szabadságon van. Nekik megígérték, nem volt, aki aláírja. Ugye itt a 10,7 milliárd nem egy darabban, hanem számlák eredményeként fog majd kiérkezni egyrészt, másrészt meg a feltétel, amit Reinders biztos szabott, ott voltam a háttérbeszélgetésen, ahol ezt elmondta Brüsszelben a tanácsnak az első napján, az ugye annak a feltétele, hogy az igazságügyi reform, amely egyébként májusban került elfogadásra, igen, és május óta akadálytalanul, szünetmentesen hatályban van, az hatályban maradjon. Én nem igazán látom a kormány részéről a szándékot, hogy az Európai Bizottsággal kínkeservés véráran kitárgyalt igazságszolgáltatási reform bármelyik elemét kivegye a hatályból, hatálytalanítsa. Tehát az a feltétel, ami ehhez nem hatálytalanításról van szó, hanem pontos végrehajtásról. De hetedik hónapja hajtják végre, ezt mondom. Tehát az a feltétel, ami ezeknek a pénzeknek a feltétele volt, az teljesült, mondom, hetedik hónapja ebben az igazságszolgáltatási rendszerben működik az ország. Nem félek attól, hogy a kormány pont most hatálytalanítaná. Ja, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter ebben a stúdióban is elmondta, hogy oké, hogy a bizottság arra vár, hogy ezt milyen módon tudják majd végrehajtani, és akkor hosszabb ideig is megfigyelhetik, de hogy ez viszont időben rendkívüli módon elhúzódhat, amely talán még az uniónak sem érdeke, hogy évekig elhúzza a különféle utalásokat és a döntéseket Magyarország forrásaival kapcsolatban. Az nagy kérdés egyébként, hogy a bizottság például, vagy az egész Európai Parlament meddig akar várni, tehát meddig akarják húzni ezt a választásokig elhúzzák, és addig mondják azt, hogy még várunk, figyelünk, most még ez a kérdésünk, az a problémánk, ilyen jegyzetet kérünk, vagy olyan lábjegyzetet kérünk, vagy azért a következő fél év szólhat-e arról, amelyet Mátyás is mond, hogy szépen lassan azt mondják, hogy igen, ennek megfeleltetek, utalunk valamennyit, ennek megfeleltetek, utalunk valamennyit. A még záradat lévő 20 milliárd euró tekintetében én nagyon szkeptikus vagyok, hogy a választásokig megérkezne. Tehát az abszolút ki fog húzódni a világ végéig nagyjából, de a felszabadult 10,2 milliárd eurónál, ugye most már számlánként vannak határidők, mindenki küldött számlához tartozik egy 60 napos határidő, amit most már igazából, mivel hogy maga a jogszabály, maga a reform elfogadásra került, nem nagyon szakíthatnak meg tisztázó kérdések. Tehát számlánként van egy-két hónapos határidő a bizottságnak fizetni minden egyes kiküldött számlacsomagra. Az, hogy amiben még politikai kérdések vannak hátra, az a
20 milliárd euró, tehát a 6,35-ös kohéziós kondicionális rendelettel visszatartott pénz, meg a helyettesi pénzek. Ebben persze, hogy még hatalmas nagy elhúzódások lesznek, ebből semmi nem fog érkezni a választásokig, ebben teljes mértékben biztos vagyok. De a 10,2 milliárd, és szerintem az ország szempontjából ez a fontos, hogy az a kohéziós pénz, ami a múlt évre meg erre az évre elő volt irányozva, az viszont szerintem akadálytalanul jönni fog, mert ebben már nincsenek politikai viták, ebben egy technikai elszámolási kérdés van, kimegy a számla, és a számla kifizetésének van egy határideje, nincsenek már politikai kérdések ebben az ügyben. Mátyás bizakodó. Hát akkor nem tudom, hogy Gulyás miniszter úr mire gondolt, hogy miért kell megvárni a pedagógus béremeléssel a papírost, amit aláír Brüsszel a 10,2 milliárdról, addig ugye csak a 10%-os béremelést tudják megítélni, vagy megígérni, többet nem, amíg nem jönnek ezek a pénzek, tehát ha miniszter úr lát egy ilyen bizonytalansági faktort, akkor ott valószínűleg van is ilyen. A másik, Marian, nem mondtad be azt a mai bejelentést, ami igenis a helyreállítási pénzekhez kapcsolódik, 780 millió euró, ez majdnem 1 milliárd lesz majd, ez egyelőleg, ez a Repower EU-nak, az EU-nak, akkor legyünk Repower EU-nak az előlege, és ez már december 28-án megérkezett, amiről most szereztünk tudomást, plusz 445 millió euró is megérkezett, ezt bejelentették Navracsics Tiborék, tehát valóban folydogálnak a pénzek, de ez még nem az a pénz, amiről beszélünk, tehát nem a 10,2 milliárdnak a részlete. A másik, a helyreállítási alapnak a hitel része, az meg ugye, amit augusztusig kellett, hogy benyújtson a kormány, az 3,9 milliárdról nyújtották be. Itt meg, mivel igen, itt alacsony a kamat, hiszen a 27-ek közösen vették föl, de erre azt mondja a kormánynak számos tagja, hogy a piacról is lehet alacsonyabb kamattal hitelt felvenni. Tehát ez nem egy ilyen véresen mondjuk komoly ügy, hogy ezt feltételül szabná bárki is, de azt nem tudjuk, hogy miniszter elnök úrnak február 1-én a tárgyalási alapba mi fog tartozni ahhoz, hogy Ukrajnának menjen a segély. Ugye az 50 milliárdról azt mondta a miniszterelnök úr is, de Gulyás Gergely is, hogy nem lehet szó. Ennél sokkal kisebb összeg és egy évre szólóan kell, hogy Kijev megkapja. Tehát itt azért nagy alkú folyamatok lesznek még, és nem tudjuk, hogy mire fut ki. Hogyne, persze. Hát az a 20 milliárd euró, ami még zár alatt van, az abszolút egy politikai alkutárgyal. Ez, mert ugye a bizottság vehemensen tagadja, hogy a magyar vétók, nem vétók, ukrajna politika, külpolitika, az bármiféle viszonyban állna egyébként ezeknek a pénzeknek a feloldásával. Örülök, hogy te nem így látod, mert szerintem is az a reális miniszterelnök úr is azt mondta, hogy a kormány nem zsarolja, hanem az Európai Parlament zsarolja a bizottságot. Van, aki azt mondja, hogy a bizottság úgy tűnt, mintha burkoltan zsarolta volna a magyar kormányt, de... Én azt gondolom, hogy ezt meglátjuk. Igen. Még idő kérdése. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen. Köszönjük.